a gombajátékaink következő eleme. Ősz. Ez a szürke töltsélgomba. A szürke töltsélgombának megmutatom, mik a jellegzetességei. Azért töltsélgomba, mert egy kicsit a lemezek lefutnak a tönkre. A szürke töltsélgombának, mintha gyökere lenne, ha kiveszed. Nincsen kalap, nincsen gallérja, nincsen bocskora, fehérek a lemezei, és van, amikor sötétebb, barnás, van, amikor szürkés a teteje. Mármint a gombának ez a felülete. Az egész gomba ehető, nagyon erős illata van, például nagyon jó gombaporba, mert feljavítja a gombapornak a gomba ízét. Van, akik az erős íz miatt nem szeretik, de egyébként teljesen jó gomba. Szürke töltsérgombát van, amikor csoportosan találod, ha itt végigfutunk, akkor azt látjuk, mintha egy boszorkány kör lenne, mert a gombák van olyan, amelyik boszorkány körben terjed. Hogy is néz ez ki? Az úgy, hogy valahol elkezd nőni a micélium, terjed szét, és mindig itt a szélén nőnek a gombák. Nyilván sokszor nem kör alakú, így ősszel van, ha szerencsénk van, akkor nagyon sokat lehet belőle találni.